Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja Bartók Béla című diafilmjét. Idézett önéletrajzából. Születtem 1881. március 25-én Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. És 6 éves koromban kezdtem zongorázni tanulni édesanyámtól. Bartókban, e pedagógus gyerekben a becsvágy és kötelesség teljesítés majdnem azonos dolog volt. Tehetsége, mint a legtöbb muzsikus tehetség, már gyermekkorában jelentkezett. S tanítónő anyját erejét meghaladó teljesítményre, fiát pedig a várakozások kielégítésére ösztönözte. Az első kompozíció. Apám földműves iskolai igazgató volt, maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak. Az első kotta. 5. születésnapomra kaptam. Pozsony. A családban kötelező jó modorban már eleve ott van a fegyelmezett élet, az eminens szorgalomban a későbbi kitartás, Pozsony művelt levegőjében s a zene nemzetköziségében a provincializmus ösztönös kerülése, meg annyi tudós erény. Bartók húgával. A törékeny fiút, akit csak külföldi utak mentenek meg a tüdővész haláltól, fizikuma is visszafogja minden duhajságtól. Szenvedélye befelé nő, s kifele mulatságul a természet szeretete marad meg. ...1899. január hóban utaztunk Pestre Tómán tanárhoz. Az roppant meg volt elégedve játékával, azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy a szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt. Részlet tanára Tomán István naplójából. A 19. századi zene természetesen utolsó nagy hullámaival, Brahmssal és Wagnerrel ért el ő hozzá is. Richard Strauss. A fiatal művész a 19. század romantikájából egy más, 20. századi romantika felé vezető utat érezhetett meg Richard Straussban. A későbbi tudós tettvágyát pedig az új hangszerelés, az összhangzottan új erjedése ragadhatta meg. Liszt Ferenc, Lembach festménye. Bartók viszonyát a 19. századi zenéhez azonban mégis a másik élmény, Liszt felfedezése határozza meg. Miközben Liszt zenéjében a korszerű, felületes és a továbbmutató elemet szétválasztotta, volt, akip a 19. századi zenével szemben végezte el ösztönei s értelme bírálatát. Kidobva, ami bomlaszt, dagály és rögtönzés, tovább víve azt, amit igaznak, lényegesnek érez, s ami előre mutat. A Kossuth szimfóniai költemény bemutató plakátja. Gimnazista korunkban elrendelték, hogy március 15-e helyett április 11-ét kell megünnepelni, tehát a törvények szentesítésének napját. Ez volt a Kossuth szimfónia talaja. Zenében nem lehet politikai pártállást kifejezni, de igenis lehetett megéreztetni a szabadságharc dinamikáját. Ez a zene akkor világos politikai állásfoglalást jelentett. A Kossuth szimfónia szerzője. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bang Bán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, amelyet arról a magas színvonalról emel tovább, amelyen azt Liszt Ferenc a Hungáriával és a hunok csatájával elhagyta. Tekerő Anton játszik. Fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, melyek a valóságban többé-kevésbé triviális, népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak, és így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasz zene fölkutatásához. E munkámban nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélőképességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden területén.
Népdalgyűjtő úton Erdélyben 1907-ben. A mi korunkban az egymáshoz legtávolabb fekvő földrajzi területeken ugyanazok az áramlatok jelentkeznek, itt is, ott is egy friss, az utolsó évszázadok alkotásai által nem befolyásolt parazzene elemeivel akarjuk a műzenét életteljesebbé tenni. Útban a hegyi nomád törzsekhez. A legnyomorúságosabb falvakban. A legprimitívebb viszonyok között kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. 1907-ben szlovák népdal gyűjt Nyitra megyében. Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban. Ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon. Ahogy Bartók a gyermekhez fordul, abban nincs semmi a pedagógus fontoskodásából, vagy a magát gyermekké átszázó felnőtt sejpítéséből. Nem száll le a gyermekhez, úgy nézi, mint embertársát. Ahogyan csak az láthatja, akiben fehér hajjal is épségben maradt a gyermek. A magyar gyermek még nem tudja, hogy életre kiható ajándékot kapott 1936 karácsonyán. De tudják mindazok, akik a magyar gyermeket olyan világba akarnak elvezetni, ahol tisztább a levegő, kékebb az ég, melegebb a nap. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut. Népdalgyűjtő útjainak térképe. Kezdettől fogva tisztában volt vele, hogy a szomszéd népek zenéjének ismerete nélkül a magyart sem ismerhetjük igazán. Mire levetette a magyar ruhát, az akkori közhangulatban gyökerező, kezdeti szűk nacionalizmus nagy látókörű internacionalizmussá szélesedett, anélkül, hogy magyarsága csorbát szenvedett volna. Körösfői lányok, mármarosi románok, sátron sívó arabok, kunyhón tengő törökök, hogy a nóta régi, s hogy mindig új, így örök. Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul, s ki más értené, ha nem Bartók tanár úr. Szervácius Jenő, a fából faragott királyfi. Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát, különszködést konstatált. Az ősbemutató színlapja. Egy láthatatlan, roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban. Néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és újjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Szervácius Jenő, a kékszakállú herceg. Az új magyar zenéből egy más, mélyebb gyökerű, elhasználatlan magyarság szűzi, tiszta levegője árad. Olyan, mint a székely fenyveseké, amelyek közé szorultan megmaradt valami egy valamikor országot átfogó, monumentális erejű életáradatból. Ennek csírái nőtt nagyra egy egészen rendkívüli alkotóerő vulkanikus munkájában Bartók zenéje. A második vonós négyes első bécsi előadása. Mint zeneszerzőt a forradalom éve emeli fel, mint zongoraművészt az ellenforradalom éve taszítja ki az európai zeneéletbe. Az új politikai határok a tudományos munkát fenyegetik. Bartók kivándorlásra kezd gondolni. Sokat javít helyzetén a külföld megújhodó érdeklődése. 1918 óta bécsi kiadója van az Universal Edition. 1920-ban újra megkezdi európai hangverseny körútjait,
1922-ben Londonban és Párizsban komoly ünnepeltetésben részesül. 1925-ben a harmadik vonós négyes a Philadelphiai Musical Fund Society pályadíját nyeri. Egy 1927. évi északi hangverseny körutat 1929-ben a szovjet-oroszországi körút követi, megjelennek a Bartókról szóló első könyvek és brossúrák. Mint ahogy valamikor Berlinben Buzoni jelentette ki a Bartók zenéről, hogy végre valami egészen új, úgy ismeri fel most jóformán az egész világ közvéleménye Bartók művészetében ezt a valóban újat. Biharfüreden Kodállyal és román barátjával 1918-ban. Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt mindkét oldalról érték. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt az anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Tanúja voltam, amikor egy riprónai kiállításon Bartók a legremekebb magyar dalokat játszotta. És utána kulturális ügyeink legfőbb gondozója, a kultuszminiszter ezt a kérdést intézte hozzá. Ugye ezek román nóták voltak? Bartók szikrázó szemmel csak ennyit felelt. Nem. Nemzeti istápolunk már sarkon fordult, s ment is. Képeslap édesanyjának. Ma, február 24-én itt volt hangversenyem. Tegnap előtt Szászsebesen, 19-én Kolozsváron volt. Mindenütt szép közönség, és ami a legjobb, jóformán semmit nem fáraszt egy-egy ilyen koncert. Most lesz még egy hangversenyem újból Kolozsváron 26-án, aztán megyek haza. Sokszor csókol Béla. Ki a hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer? Vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel, és hamis vádaskodással fogadja. Új ritmikájú sárkányölő mondanám, de ez a szimbólum föltételezi a programos harcot. Bartók öntörvényű konokcsillag. Nem készül semmiféle leszámolásra, nem keresi a gátló és gonosz hatalmakat, de találkozik velük, de gyémánt fejjel beléjük ütközik mindig. Portré 1923-ból. Hát magyartalanok a műveim. Nem bánt már ez sem. De azért a komponáláshoz nincs kedvem. Minek szerezzek idegen muzsikát? Talán egyszer mégis elismerik majd itthon is, hogy magyar zeneszerző vagyok, bár lehet, hogy akkor már csak voltam. A csodálatos mandarin ős bemutatójának műsora. Köln, a templomok, kolostorok és kápolnák Heinrich Heine megénekelte városa, megérte első valóban nagy opera botrányát. A percekig tartó pisszegés, fütyülés, dobogás, fújozás, amely még a zeneszerző jelenlététől sem torpant vissza, mindez sokat mond nekünk. A második zongora verseny zongora szólama. Hangzavart? Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Hogy van. Van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változataid bár a zongoras, a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát. Mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szólal újra. Fölségesen. Az én igazi vezéreszmém, amelynek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok, a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. A Kossuth szimfónia írója, a nacionalista rosszallással, aggályoskodással nem törődve, amíg a medence politikailag szét nem tört, épp oly tudományos pártatlansággal és érdeklődéssel gyűjtött a román és tót népdalokat, mint a magyart, s vonta le az összehasonlításból eredő tételeket. Ez a szélesebb kutatói alap meglátszik Bartók eredeti művein is,
Nem, mintha valami tarka roncsszőnyege lenne a különféle nemzeti színfoltoknak, épp fordítva. Zenéjével így mélyebbre szállt a nemzetinél, oda, ahol a népi, anélkül, hogy jellegét vesztené, a közös emberihez közeledik. Bartóknál a népzene csak érv egy nagyobb pörben, amely végeredményben az egész kor, az újkori civilizáció szorongató formái ellen folyik. Zenének magányossága és a mélyéből primitív hangszereiken bele-bele szóló milliók, a civilizációból kivágyódó lélek hősi vágya, azokkal, akik a civilizációból kimaradtak a majdani összeolvadásra. A Cantata Profana szerzője. A farkasok dala, ez a titáni muzsika a szolgalelkűség korában. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Servatius Jenő, Cantata Profana. De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről, kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolong. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőinek nincs visszhangja ebben a században? Közös fiatalság közös hitéből született az én misztériumom. Úgy szólt Bartóknak, mint ahogy fáradt tikkat vándorok közül az egyik nótára gyújt, hogy énekelni késztesse a másikat is, a fáradtabbat. És sikerült beugratnom. Bartók is rázendített, de olyan énekléssel, mihez fogható Beethoven óta nem szólott Európában. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánka halott. A búcsúzót ne operett zengje. Hazák vesztek el, kimeri siratni Verklé futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban? Ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív, nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni és élni. Bartók zenéje, ez a gyönyörű muzsikuspálya csúcsán alkotott mű erőt ad minden művésznek. Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az őserő megérinthető. Csodálatos, mert tiszta alkotás, s mint ilyen, vállalja minden teremtés kétes terheit is. Nem könnyű feladat egy világot a világban újjáteremteni. Kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordul a fasizmus ellen. Évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. 1939-ben. Tulajdonképpen az lenne a kötelességem, hogy kivándoroljak, ameddig még lehet. De még a legkedvezőbb esetben is óriási nehézséget és lelki gyötrődést jelentene számomra valamilyen idegen országban a mindennapi kenyér megszerzése. A Cantata Profana óta rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba. Csak azt nem tudja még merre, hová. A második világháború kitörése döntő lökést ad elhatározásának. 1940 tavaszán tájékozódni jár az Egyesült Államokban, és ugyanez év őszén nehéz és fájdalmas búcsúvétel után elhagyja hazáját örökre. Milyen széles az óceán annak, ki haza gondol, és a rossz hír számára mi rövid az út. S százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól. Jaj, neked húsvér idegen. Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod, nem kilóra mért szerelemmel. És ami Amerikában vár rá, éppenséggel nem könnyű. Életének legkeményebb próbatétele. Hangversenyei nem járnak a várt sikerrel. Tudományos munkáját a Columbia Egyetemen állandó bizonytalanság érzésével végzi, s bár az egyetem ünnepélyes külsőségek között avatja doktorrá 1940 novemberében, sem tudományos, sem művészi elhelyezkedése nem méltó szellemi rangjához.
Hova vetemettél? Hova vetemettél szivárvány havasról, szivárvány havasról? Tűzre te vettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Rádúj Péter, szeme menyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Bartók utolsó lakóhelye New Yorkban. Haza kéne utaznunk, akármiféle is a helyzet oda át. Ennek a hazamenetelnek magasabb szempontból ugyan ne örüljön senki, mert nem sok haszna lesz belőle senkinek sem. Az értelme, ha már mindenütt rossz, akkor inkább otthon van az ember. Feleségével, Pásztor Edittával New Yorkban 1944-ben. Zeneszerzői pályafutásom úgy szólván befejeződött. Műveimnek kvázi bojkottálása a vezető zenekarok részéről tovább folyik. Sem régi, sem új műveket nem játszanak. Ez nagy szégyen. Természetesen nem nekem. Estéiben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak, zongora szónál szebb, zongora födélen alak. Gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, pucérfüleknek szól. Veszett ez a hangszer. 1943-tól kezdve helyzete láthatóan javul. Anyagi gondjai megszűnnek, Bartókot, a zeneszerzőt egyszerűen újra felfedezik. És szerencsére, mint tudjuk, nem egészen későn. A szóló hegedű szonáta és a koncertó még elkészül. És Bartók kialvó életének utolsó diadala lehet e két mű bemutatása. Csupán szemei. Ezek a fantasztikus módon mindenen áthatoló szemek fették fel igazi valóját. Ezek árulták el lelkének lángoló tüzét, míg egyre emésztődő teste féltékenyen takarékoskodott minden cseppnyi erejével, a legfontosabb célok számára tartogatva azt. 1945. szeptember 26-án Bartók Béla meghal a New York-i West Side Hospitalban, mielőtt 65. életévét betölthette volna. A West Side Hospital. Távol a gyűlölet, a szeretet is távol. Akad el ki a soha többé kísér a West Side Hospitalból. Egy fájdalom sem mérhető mással. Megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse. Elment. Boldogok, akik segíthettek neki a védekezésül maga köré vont drótsövény lebontásában. Az itt maradottak dolga, hogy megnyissák az utat művei előtt. Hadd jussanak ezek a művek oda, ahová számva voltak. Az emberek szívébe. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz. Ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj. S bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szív némaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.